A Tamási építőipari vállalkozás tulajdonosa Kólya József szakmai pályáját alkalmazottként kezdte. Az elismerések, a visszajelzések fontosak a múlt összegzése és a jövő irányának megtervezése szempontjából is, vallja az ügyvezető. Egy díjazás, egy köszöntés, egy méltatás. Az ilyetén elismerések azok mindig is jól kell, hogy érintsék az elismert személyt, vállalkozást vagy éppen életutat, legyen az szakmai, társadalmi vagy bármely téren. Természetesen nekem is jó leső érzés volt, és azt gondolom, hogy talán alkalmat adott arra, hogy rövid ideig megálljak, és visszatekintsek a múltra. Arra a múltra, ami talán kezdődött az iskolával, általános iskola, gimnázium, Szolnok, Baja, főiskola, üzemmérnöki diploma, majdan a Tamási Kaposkoppányvölgyi Vízitársulat, ahol ha szabad úgy mondanom, életem egyetlen munkahelyét 10 évig talajmechanikus, illetve vízellátási tervezőként eltöltöttem. Én azt gondolom, szakmailag ezek az évek adták nekem az alapokat, és hát itt ért a 90-es év, mint friss kollégát, és 92-től, 93-tól indulóan már gyakorlatilag a magánszféra beli foglalkoztatás is részese volt a mindennapjaimnak. Akkor még természetesen másodállásos foglalkoztatás volt, de egyértelművé vált, hogy abban a szakmai populációban, amelyben ez a rendszerváltozás időszaka, utószele ért, valahol nekem, mint legfiatalabb üzemmérnöknek kell majd távoznom az alkalmazotti létszámból, vagy az alkalmazotti állományból. Majd 1993-ban idővel főállássá alakult az a munka, amit csak mellékesként kezdett el az alkalmazotti jogviszonya mellett. És talán szabad azt mondanom, hogy eltérően akkori szellemétől az építőiparban, mint szakmám által kiválasztott és meghatározott életútban nem a magas építés és a viszonylag kis és könnyed financiális háttérrel elindítható építőmesteri vállalkozásba fogtam, hanem az akkor még ritkaság számba menő technikai eszköz erőforrásokon alapuló vállalkozásba, amiből aztán jöttek az akkori technikai eszközök, földmunkagépek, szállítójárművek, és szépen lassan sok fellépéssel vagy sokfokú létrán haladva fejlődött a cég azzá, amely jelen állapotban mutatja magát. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés mindig megalapozott volt, mindig olyan alapokon nyugovott, amelyek stabilak és erősek voltak, és talán ezért volt az, hogy a cég életében 93. március 9-e óta sem volt megingás, bár nehézségek természetesen csak úgy, mint minden vállalkozás életében állunk is voltak, lesznek is természetesen, de én azt gondolom, hogy így utólag viszonylag stabilnak nevezhető ez a dolog. Az évek alatt számos díjjal ismerték el azt a munkát, amelyet az építőipari cég, illetve a vezetője prezentált. A legutóbbi a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének az év vállalkozója díja volt, melyet örömmel vett át a cégvezető. Köszönet az ítészeimnek, és természetesen köszönet azoknak, akik szűk környezetemben mellettem vannak, itt elsődlegesen a köszönet hangja természetesen a családomra irányul, hiszen ők végig mellettem voltak, és hát támogattak ebben a dologban, előbb passzív, majd már aktív formában, hiszen mindenki a cég szekerét tolja, ha szabad ezt a kifejezést használni. Természetesen azok a kollégák, akik szűk körben 20 és 10 éve mellettem dolgoznak, ezek a kollégák szintén nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a társaság ilyen színvonalon tudjon működni, és természetesen én azt gondolom, hogy a sikereimnek aktív részesei. A 90-es évekbeli indulástól számos változás történt a cég életében. A telephelye az idők folyamán vándorolt egyik helyről a másikra. Az igazi nagy mérföldkő, hogy ezt a szót használjam, az 2000-ben volt, amikor a városvezetés által kijelölt önkormányzati terület a volt szovjet laktanya területén
vásároltunk ingatlant, akkor még 7000 egy néhány száz négyzetméterben. Nem túl jó feltételekkel és elég komoly munkálatok végzésével tudtuk alkalmassá tenni a termelési lehetőségeink megvalósítására. Ez egészen konkrétan egy betonkeverőüzemet jelentett, amely már akkor teljesítményében és minőségi lehetőségeiben, potenciáljában lényegesen magasabb színvonalat képviselt, és természetesen az irodai infrastruktúra kiépítésében is már egy lényegesen nagy előrelépést tudtunk tenni. Nos, 2000-től folyamatosan fejlődtünk, odáig jutottunk, hogy 2025 ezer négyzetméteres területünk lett a hulladékgazdálkodástól az előregyártáson keresztül, a lakatos üzemi tevékenységen keresztül, a kereskedelemig mindent sikeresen kiépítettünk. Én azt gondolom utólag, hogy sikeresnek nevezhető ez a kiépítés, már a gazdasági szegmens kialakításában, és 2020-ban költöztünk a jelenlegi Szabadság utcai telephelyünkre, amely gondolatom szerint akkora lépést jelent, előrelépést jelent, mint 2000-ben jelentett a laktanyai telephely építése. Itt ma a 21. századnak megfelelő gyártási, termelési, raktározási és irodakörnyezeti infrastruktúrát tudhatunk magunkénak. Legalábbis azt gondolom, hogy dicsekedhetek ezekkel a jelzőkkel, és hát bízom abban, hogy ez így is marad. Természetesen nem ülünk a babérjainkon, hiszen a világ fölgyorsult fejlődése, ez arra kényszerít bennünket, hogy folyamatosan vegyük az akadályokat és kezeljük a kihívásokat. A Tamási telephelyen rendelkező építési cég vezetője azt mondja, hogy a munkaerő megbecsülése nagyon fontos a sikeres működéshez. A munkaerőpiac azért elég erős változásokon megy keresztül. A munkaerőpiac jelenlegi állapotában egyfajta keresleti piachoz hasonlítható, és gyakorlatilag a munkaerő, mint árucikk jelenik meg, amely árucikknek a közvetlen adásvétele a jellemző. Én mégis azt mondom, kiindulva a saját dolgozói létszámunkból, 91 néhány fős létszámmal dolgozunk immárom szerintem több mint egy évtizede, hogy lényegesen előrébb lehet jutni, és megbízhatóbb termelési struktúrát lehet prezentálni a piac felé a jól bevált és több éve nálunk dolgozó humán erőforrásokkal. Érdekes módon társaságunknál gyakorlatilag a kétharmada már kvázi törzsgárda tagként kezelhető erőforrás kollega, itt a fizikai állománytól kiindulóan a középvezetői vagy termelésirányítói szegmensig tekintve. Ugyanakkor van egy mobil réteg, egy 20-30%-ot jelentő létszám, amely lassan, fokozatosan betöltésre kerül, de azt gondolom, hogy ez a réteg, ez folyamatosan mobilizált fog maradni. Ez elsősorban az építőmesteri rétegre jellemző, de előfordul ez a gépkocsi vezetői állományban is, és a gépkezelők között is kisebb létszámban. Tehát nagy részben a társaságunk törzsgárda tagokkal dolgozik, és van egy kisebb rész, amelynél a fluktuációs ráta magasabb számot prezentál. Törekszünk természetesen arra, hogy a munkaerő számára előnyös feltételekkel tudjunk foglalkoztatni. Én azt gondolom, hogy megvan arra vonatkozóan a kialakult módszerünk, hogy a humán erőforrásbeli problémák továbbra se jelentsenek nálunk gazdálkodást akadályozó tényezőket. A cég életét 1993-as megalakulása óta a folyamatos fejlődés jellemzi. Ez szerepel az ügyvezető jövőbeni céljai között is.